Beköszöntött az ősz, egyre hűvösebbek az éjszakák. A városüzemeltető és fenntartó KFT éppen ezért már két héttel ezelőtt felkészült a fűtési szezonra. Országszerte legkésőbb október 15-én kapcsolják be a fűtést a szolgáltatók. A közös képviselők azonban indokolt esetben kérhetik, hogy az adott lakóközösségnél korábban kezdje meg a fűtést a bűv KFT. Van egy másik fontos dolog, amikor a hőmérséket eléri azt a, az a, átlagot, amikor már a fűtést be kell kapcsolni ami jelen pillanatban is megtörtént, akkor a, gyakorlatilag a szolgáltató minden kérés nélkül bekapcsolja a, a bekapcsolja a fűtést, és gyakorlatilag elindítja a fűtési rendszert. Ilyenkor szoktuk azt kérni, mint ami megtörtént az elmúlt héten is, hogy a lakóközösségeket kérjük arra, hogy mindenki nyissa meg a radiátorát, le tudjuk, le tudjuk légteleníteni a hőközpontjainkat, hogy gyakorlatilag a fűtés, amikor már tényleg hidegebbek vannak, akkor gőzölékenyen tud működni. A hőközpontok automata rendszerrel működnek. Amennyiben napközben 20 fok fölé megy a hőmérséklet, a rendszer magától lekapcsol. Azoknak is fel kell készülniük a biztonságos fűtésre, akik fával vagy vegyes tüzeléssel fűtenek. Lényeges, hogy a fűtés megkezdése előtt egy szakember felülvizsgálja a berendezéseket. A kémények tisztítása is elkerülhetetlen. A magas hőmérsékletű fűsgáz távozik az égés termék elvezetőnk a kéményen keresztül, ugye a vegyes tüzelési berendezések esetében főleg. Itt viszont, hogyha nem megfelelő az állapota annak a kéménynek, akkor a repedéseken vagy a meghibásodás részeken ö, ki tud jutni a magas hőmérsékletű füstgáz, és a környezetében lévő éghető anyagra akár gyújtásveszélyt jelenthet, vagy pedig akár az égés termékből adódóan a bent lévő személyek veszélyeztetve lesznek, hiszen széndioxid, szénmonoxid dúsulhat föl a lakótérben, és ezáltal akár életveszélyes is lehet. A biztonság érdekében lényeges, hogy műanyagot, valamint a felhalmozódott hulladékot tilos a fűtési berendezésekben eltüzelni. Mindemellett a kazán legalább egy méteres körzetében semmilyen éghető anyagot nem szabad tárolni.